Nagy szeretettel üdvözlöm kedves nézőket, én Szabó Krisztián vagyok. Operatőr társam most nincs. Képen Réti Attilát láthatják. Hamarosan elindul a felvezető körre. Másodperc van a futam kezdetéig. Valamint az időmérő sorrendje látható itt alul. Ahol is ugye Réti Attila szerezte a pole pozíciót Orbán Péter előtt, mögötte Raffai Ádám és Gál Szilveszter fog rajtolni. És ebben a pillanatban is indult a felvezetőkörre. Ez az egyes kanyar, ahol most elfordult az előbb Réti Attila. Ugye a török pályát nem kell senkinek se bemutatni, sokan szerették, azóta már parkoló lett belőle. Sokan nem nagyon értették, hogy ezt a jó pályát miért kellett elpazarolni. Talán az egyik legjobb tilkeféle pálya. Főleg itt ebbe a négy kanyar csúcspontú kanyarban. Jó tudom, négy. Volt ennek egy híres neve, az most pont nem jut eszembe. Raffai Ádám van a képen. Rászívezte a csapattársa. A Csépi a Máté. A Williams-szel. És Dóra jön után. Dóra Rosszó versenyzője. Nagy Tibor pedig a tizedik helyről vág neki majd a Ferrari-val a futamnak. Réti Attila hamarosan visszaérkezik a rajtrácsra. Tehát még egyszer a rajtsorrend: Réti Attila, Orbán Péter, Raffai Ádám, Gál Szilveszter, Cséplő Máté, Cene István, Dóda Nyolcán, Kislevi, valamint Rajcsanyi Gábor és Nagy Tibor. Állna fel a rajtrácsra a srácok. Cséplő Máté nagyon melegíti a gumikat, egyébként ő nagyon jó setupokat szokott csinálni. Többek között a Hungaroringen ezzel tudta megszerezni a pole pozíciót, amikor itt indultam ebben a szezonban. Aztán a futamon is egy egész jó teljesítményt tudtam nyújtani. Ugye főleg Cséplő Mátének volt köszönhető, aki egy fantasztikus setupot ragott oda összene, de jól vannak a piros lámpák és ebben a pillanatban eljönnek. Réti Attila talán jobban kapja el rajtot. Orbán Péter, de már mellette van Orbán, sőt le is rajtol, igen, és Raffai, ha jól láttam, ott mellette. Visszésítődik vele, hátul pedig az egyik McLaren is forrad meg. Két Williams a negyedik, ötödik helyen, vagy a harmadik és ötödik helyen inkább. Orbán Péter vezető a Force India versenyzője, mögötte pedig Raffai, nem, Gál Szilveszter, sisakról nem ismertem fel. Cséplő Máté pedig fejt a harmadik helyre. Cene is van mögöttük a Lotusszal, majd Raffai Ádám csak a hatodik, sőt már a hetedik, mert ugyanis Nagy Tibor is megelőzve jól látni a Ferrari-val. Próbál is visszatámadni. Kanyarra már is Réti Attila. Most valami összekevertem Raffai Ádámmal, de Raffai az a Marussiával megy. És Rajcsonyi. Meg kell menni a tizedik, utolsó erre szorult vissza. A Réti Attila első kamerája. Egy hosszú egyenes, ugye megvan egy kicsit törve, de abból járvus az a kanyar. Hát itt egy több kanyarívű visszafordítód, mert nézzük, ott az egyik Williams-et forgatták ki, sajnos nem tudok visszakapcsolni, nem látom meg, hogy ki volt az. De ha minden igaz, akkor még egyszer megforog Réti Attila. Vagy nem, Cséplő Máté volt, az lehet, hogy Cséplő Máté volt, szerintem már is a harmadik. Ezzel Szilveszter támadja Orbán Pétert. Réti Attila a negyedik, majd Raffai, Nagy Tibi, Kislevi, Dóda Jonathan és Cséplő Máté pedig a kilencedik, tizedik helyen lévő Nagy Tibor. Ja nem, tizedik helyen van a Rajcs Gábor, ha jól látom. Őt még annyira nem ismerem, szóval a nevét biztos, hogy többször rosszul fogom kiejteni, gyorsan meg is nézem. Rajcsanyi Gábor. Ő.
Ugye ezt a futamot most felvételi között így menetnek, és nem tudok így visszakapcsolgatni, hanem nézd itt magamnak, hogy mi történik. Más kibolt, ha tűnöm pedig. Majdon Péter pedig vezet. Mögötte Gárd Szilveszter. Hát ez még nem támadó pozíció, még nagyon messze van attól. Hát Gárd Szilvesztert ismerem azért még itt is benézni. Egy előzéshez. Egyenáll a hosszú egyenes következés, nem a leghosszabb, de azért arra elég, hogy Gárd Szilveszter itt a irányébe húzassa magát. És már is megfutja 1.23.863-nak a leggyorsabb kört, én látható volt a képen. Itt a különbség 4 tizedre csökkent, 7-ről. Pedig Réti Attila erényelt. A versenyzője. Valamint, ott van Dóda Jonathan. Két régen az MMA-ben, hogy mindig Johnny-nek kellett mondani, de én Dóda Jonathan fogok mondani. Csak azért idegesítsen. Vissza is kapcsolom mennyit hozzá. Hát itt a gumitaktikában nem tudom most, hogy van-e különbség, elvileg mind a kettőt kellene használni, ha jól tudom. De most Dórán a lágykeverék, szuper lágykeverék van fent. Majd meglássuk. Ugye a sorrend Orbán Péter, Gárd Szilveszter, Szeme István és Réti Attila, valamint Kis Levi zárja ötödikként a sort a top 5-ben. 26 perc van hátra a futamból. Itt hosszú egyes nézzük Johnny-t. És kívülről próbálja megelőzni, körbeautózni, és sikerül is neki. Nagyon szép. Egyenlőre. Réti Attila, ha jól nem csépni Máté, de... Réti Attila csúszott vissza nagyon. Az előbb még harmadik volt, de most már csak az ötödik. Talán negyedik. Kapod azért Kis Levire. Gondolom, hogy Szemi Istvánra. Valami összekeverem, hogy ott indít. Szemi István fejt a harmadik helyen, előbb még az ötödik volt, hogy jól láttam. Kicsit elfékezte itt magát Szene. Próbálja belsőből levédeni a támadásokat, és egy kicsit összesükköznek, nem sikerül neki itt a jobbosba, vagyis balosba. Szenő, mit tud kezdeni Réti Attilával. És most betámad meg mindig, hogy sikerül neki, kicsit lecsúszik az élő, de szépen megtartja. Már oda tartja egy kicsit a vállát, és meg is van talán az előzés. Itt viszont szűken kell fordulnia. Véletlen se tudjon bevágni mellé Réti. És ott hátul jól látom Dóda csatázik Kis Levivel. Meg is előzte Kis Levit. Ugye az előző körbe. De visszafordítónál. Hát Réti Attila egyébként nem tud mit kezdeni Szene Istvánnal. Hozzá vagyok szokva a közvetítésében, nyomkodom itt a gombokat, hogy keresem hol van csata, de most nincsen. Úgyhogy most azt kell néznem, ami itt Attila nekem itt előre felvett. Túl sok szolvált kamerát és nem tudok mindenkivel beszélni. Például Réti Attilánál vagyunk. Egészen eddig, ugyanis most előtt nézzük. Raffa járám csak a hetedik. Csépnyomát lépte pedig a 8. szerintem Raffai volt egyébként a múltban. Jön neki is. Megjöttük a Ferrari-ban. Én meg már az elején első körben bejött. Na ott cserélt kereket. Hát Nagy Timi most indul a VSR-el Forma 3-ba is. Ugye a Schumacherre is szintén
mondom, hogy most már motorsport, de most már ő igazolta le, vagy már most szezonra. Rapta járdány a legdős a fejé, köszönöm 3676, és Cene István lögdösé rétjátél át, akinek sikerült valószínűleg akkor megelőzni. Itt van talán a visszajátszás lenne, vagy mennyit ugrottunk, nem tudom. Réti Attila már a második helyre írja ki a számítógép. De egyenlőre oldalt pedig az oldalsó kijelző nem azt mutatja, hogy második helyre. Szóval valami van itt a pluginnal, ami nem tetszik neki. Cene is ment a harmadik helyre írja, de Réti meg itt a második. Hát lehet, hogy Gászilveszter volt az előző körben. Lehet, hogy Gászilveszter volt az előző körben boxban. Ezt nem néztük. Nem láttuk. Azért közeledik Réti Orbán Péterre. Most jön Orbán Péter, ezt is látjuk, kicsit lekoccolja a falat. Jó van. Na most Réti nem is egy nagyon gyors kört, így sikerüljen neki. Előtte maradni. Itt mondom megelőzni, elévánni. De egyes kanyarban Réti nézik, hogy fordul el. Hát kicsit lassú kell. De azért ezzel is gyorsan még Cene mögötte. Raffai közben akkor leggyorsabb kör megint, egy 23-51. És nagyon gyors Raffai. Nézzük Orbán Pétert, hogy ki elé fog visszajönni. Ott van mögött a csíplő Máté. És akkor Raffai elment, ez azt jelenti. És most csíplő Máté kicsit más éven autózva, megpróbálja közbe autózni. És sikerül neki, hát a jobb taktikának köszönhetően Csépnyi Máté el tudott menni Orbán Péter mellett, és most talán kicsit fel tudja tartani. Viszont minden igaz, akkor pedig Raffai mögöttük van. Már nem mennék rá megesküdni, szerintem mögöttük van. Ha csak nem Gászilveszter van ott. Igen, Gászilveszter van mögöttük. Nem sokat nyert Orbán Péter ezzel a kiállásra. Akik legkorábban jöttek, azok jártak jól, és ennyiből nem lesz jó, viszont Rétetinán sem, aki a Ferrari mögé fogjuk a szorban, valószínűleg. Ha csak nem tudod nagyon jó köröket autózni. Vagy legalább olyanokat, mint Mike Tibi. Rétetével itt van egy 23-2-67, ahogy egy tűnt Cene előre, és megelőzte, így egy gyorsabb körök. Gász élvezte egészen új kamerálás itt a közvetítésedben, ami szerintem nagyon jó. Kicsit olyan 90-es évekbeli Anna Menzel féle, meg Prost féle felvételek születhetnek így. Hoppá, Tibi! Belevágta a falba, nem tudom, melyek a csolt alakébe. Most lássuk. Talán nem megette a fal előtt. Tovább úgy tűnt, mint semmi gond. Kopnak már azok kerekek. Amire benne biztos, hogy nem lesz még egy kiállásuk. Amennyire kopnak azok a gumik. Na és most egy Gászilveszter. Én mondod a fejában is kislevél még szerintem nem volt bogzolt biztos. Itt a cél egyenes előtti hosszú aszfaltcsík. Tudom, szépen kijöttem. Raffai Ádám viszont szépen megelőzte kislevét, aki jön most a boxba. Réti Attila vezet egyenlőre, de hát mögötte Raffai, aki már volt ugye kerékcserén 9 másodpercre van, szóval utána a Rétinek kell majd ledolgoznia a hátrányt. Tizenhét perc van hátra a futamból, meg 50 másodperc. És még az első kettő nem volt box kiálláson,
4 másodperc köztük a differencia. Szerintem már ez azért több is, mint 4 másodperc. De majd meglátjuk. Rafael Adam viszont már feltűnik a háttérben. Így van, most jött át a sikánon. Mögötte Orbán Péter. Attila nagyon szereti ezt a kanyat, ilyen itt kapcsolat mindig a másik versenyzőre. Gáz Szilveszter az 5. egyenlőre. Nagy Tibi pedig a kicsi balesetének köszönhetően lemaradt. Van, nem van, megakadt egy picit a kép, remélem az összevágás nem lesz ezzel baj. És Rajcsonyi, Gábor pedig feladta a McLaren versenyzője. Hát, szemben a McLaren valóságban, szemben a McLaren Venice GP-ben is. Pedig az első előző szezonokban azért az utas is már a McLaren versenyző volt, ha jól emlékszem, és ott elég sok győzelmű volt, ha csak nem mindent ő nyerte a McLarennel. Na itt van Gáz Szilveszter, éppen csak mennek itt a balosba, lefele. Egy kény elfordulni, hogy nem azt mondjuk, hogy balos. Nagyon sokan szedték ezt a kanyart. Kapták a legnagyobb felhőzést a kormányos versenyzők is egyébként. Szóval ez nehéz is egy nagyobb kanyar. Mondom, itt van már nagyon sok csúcspont, amit el kell jól találni. Tehát az amit egy elsőben kell egyszer a másodikat már csak tempó veszteséggel fognak eltalálni. Itt pedig az egy hosszú egyenes, amit tényleg egyenesnek számítanak, mert csak egy minimális törés benne. Ennyi tempónál. Talán itt egy vécétés autóval talán már is kéne lenni. A gáz, gázra elbontott. Hopp, kicsit kiszélesítik benne Szilveszter. Akart annyira egy koptatni azokat a bal elsőket, meg jobb elsőket. Inkább kiengedte. Hát tehát a futam fele, és Rafael Jelencs a második művel szemben most volt a boxban. Tenne az 5. helyet vissza, és most kell nyomni neki, van 15 perc arra, hogy kinyomja a szemét is az autónak. Csrépli a tűzés, nem sokára jönni fog valószínűsíten, mert itt azért az lesz, aki minél később, minél hamarabb jön boxba az nyer, aki még később az mind veszi. Így akartam mondani. Futam felvétele az keddi napon történik 10 óra 50-kor, szóval még nem békeltem fel. Hát itt is próbálja nyesni a pályát, amennyire csak lehet is pakadni Orbán Péterre, de hát az egyenlőre nem csinálja, sikerülne neki. Valami nincs meg ebben a setupban, amit meg kéne lenni. Most arra várhat kicsit, hogy olyan Péter hibázzon. Szerintem egyébként ők két kiálláson lesznek. Utána fogják majd elkapni Léci Attilát, aki most van boxba. Szívesen átkapcsolni, de át is kapcsolt Attila, nagyon ügyes. 3,4 másodperc, és sere volt, hogy látom a boxba. És Gáz Szilveszter elé vagy mögé. Gáz Szilveszter nem nagyon akar elmenni mellette. Nem nagyon, ha Réti Attila mellett nem menni Gáz Szilveszter. Nem esetleg setup csere volt, vagy nem tudom. Még ezt megakadályozza. Cene is már pedig az 5., mint ahogy már mondtam. Nagy Tibi pedig a 6. Hát Réti Attila megtapolt is. Simán visszajött a Tibor elé. Jön jó tempókat, jön jó tévédőket tudott menni, hogy jobb. Erre lehet számítani. Réti Attila 3. helyre jött vissza, hát Orbán Péter azért szépen biztos meg kell megküzdenie. Száz százalék. Szerintem pedig nem fogja könnyen adni ezt a 2. helyet. Láttam volt, hogy kicsit megúszott az autója Réti Attilának, és itt átugratott a rázókövön. De hát nem zavarja, és tovább. Gáz Szilveszter jobban lenyesi a pályát, mint azt szerintem lehetne.
volt a különbség kettőjük között. Csaffai pedig 5 másodperc előzött, alig 5 másodperc. Hát igen. Egy balos, utána még egy balos, egy jobbos is, utána túl sok balos következik. Itt egy jobbos még mindig. És akkor utána mehet a bal kanyar. Egy, kettő, három, és négy, mondta, hogy négy csúcspontú. Mondtam, tudom, hogy itt egy balos. Itt a sikán. Most már jön egy jobbos megint, egy kettő. Dóra jön a tempó, versenyzője egyelőre. Nem nagyon sikerül neki itt a dolog. Én is ilyen tolóról versenyeztem. Valamivel jobban sikerült akkor, de hát mondom, ott egy kifordott setup-pal tudtam menni. Csak szeret olyan csépni Máténak, úgyhogy jött össze a pole pozíció. Meg egy második hely a második utamon. Valami negyedik volt a verseny talán. Nagyon pontosan. Na és most megtudjuk, és már ellenőrizünk, hogy már kopott a loginiai, de hát valószínűleg a tempója meg gyorsabb. Így és most kívül van neki. Itt lesz, igen. És... hát ezt kicsit összejelnek, de majdnem körbeautózom, ott Senna azért nem hagyja magát, és szépen eljön mellette megint. Visszatámadott, 10 perc van hátra közben a futamból. És azt a Ferrari versenyző. Nagy Tibor most nem próbálkozott be. Egyelőre. 14-es vagy számomra, de egy kicsit el is vette a gázt, lehetett hallani. Érezte, hogy itt bizony már nem tapad a kocsi, és megint ront egyet. Nagyon-nagyon teljesíteni a fedelt, hogy utolsó helyenből valószínűleg hogy volt a pillanatban tudott helyenni csak a szerverre, azért lehet már előre szokott végezni. Már is nyomta fogja távolni. Most van kerek 10 perc hátra, Raffaele nap pedig a 5 másodperc és előre 3,4-re csökken. Ő is Raffa, itt talán bújtva is volt ő. Na ez érdekes, mert most nulla különbséget írt Gordon Péterrel szemben. Érdemes mondom az elejére is menni, megnézni, hogy ott mi folyik. Raffa erre mennyelőre vezetett. Meg vezet a kiírás szerint. Azt, hogy ténylegesen mi van, de Véti Attila a második, szerintem Raffa nem két kiállásom van. Az a baj, hogy viszont Rétert nagyon elhúzta ezt az egyetlen kiállását is, szóval szerintem neki nem lesz azért másik. Lehet Lightning-on van. De már minden adásról akkor az a fél tutajbotozó volt. Már szinte 100%-ig biztos. Orbán Péter vezet is, Rétert Attila pedig második. De azt jelentek egyetlen lehetőségem van az, hogyha itt elkezdődik csatázni előtte a srácok. Raffaele már valószínűleg nem tudtak adni, és azért kényszerült boltba jönni, de még van 8,5 perce arra, hogy jól érjen a többieket, bár nagyon nagy lesz a hátrány szerintem, mert Tibinek is ugye ezért kopnak el a kerekei, a korai box kiállás miatt. Raffaele Ádám pedig a negyedik. Hát box volt ez egyetlenül, vagy csak visszaesett volna. Ennyire. Menjen kiderül, mert azért Raffaele is már nem kicsim a leggyorsabb területet, hogyha lehet. Rétertől egy kicsit lecsúszik, jelen nem Rétertől, ezt csípni a Mátéval. Üldözi Dúdát. Azért most itt előjét kellene jönnie. Csípni a Mátének nagy tibi fogható. Én már látjuk, hogy csúsztál, de is fogható, nem úgy gyors most.
itt van pedig Réfi Attila most már. Talán ez a különbség kettő között már jó néhány ideje, ez 1,1 másodperc, ami van. Raffaele pedig 11 másodperc, már egy fölőként túl sokat kéne adni, felérjen. Szétszik el, nem ugyan most nincs. Meg szokottam lenni, jól tudom. Úgy általában sem hasonlóan van. Szélveszteni, amit félvesszünk, jól mögötte pedig a csapat társadra felé. Kíváncsi, hogy ebben lesz a hátránya. Hát jól azért leszokatni erről a sok kapcsolgatásról, mert jól lehet valakiről beszélni. Közben 6 másodperc, vagy 6 másodperc, 6 perc van másodatomból. Réfi Attila. Nem nagyon tud már közelebb kerülni, kopnak azért neki is a kerekek. Hát 8000-re csökken a hátránya Réfi Attilának. Nézzük, hogy a fajé 11 volt az előbbugáshoz képest, és most is 11. Hát maximum egy harmadik hely, amit kinézzük a fajénak. A harmadik helyre. De ott Gászilveszternek kéne leszorulni a dugóról. Ők is elég korán jöttek azért a bombok. Réfi Attila jóval utánunk jött. Úgymond tud vigyázni a gumik, hogy látszik gyorsabb is, mert jobban tud vigyázni az abroncsoknak. Szené is már pedig az ötödik. Hatodik Nagy Tibor. Hetedik Dóda, nyolcadik Csépő, kilencedik pedig Kisleri. Na nézzük Csépő Mátét, mert számolja is Dódát lassan. Így van, jön kívülre, jön kívülre. Próbálkozik, nem jó. Majd itt a hosszú egyenesbe szerintem át fogja lépni, már szerintem már azért nem szakadáson ráállítva a kocsia. Kicsit elrontotta a kijáratot. Jobban mondva a bejáratot rontotta és kiúszott. Közben együtt mind a kettőt elrontotta. 5-10-5-ben Réfi Attilának a hátránya, csak át kéne kocsolni a vére. Úgy van. Jó. Itt van Csépnő Mánti Dóda ellen. Úgy tűnik, mintha nem lenne kereke egyik autónak sem, de mégis van. De és most körbe autózza, de nem tudom körbe. Próbáltam. Egyelőre várni kell még ezzel a előzéssel. Már inkább 4 perc van még hátra a futomból. A kerekítünk. És azt mondja, hogy 10 másodperc. Hát mennyi, hát felejtsük el már lassan ahhoz, hogy Szilvesztert meg tudja előzni. Kivéve, hogyha nagyon elkapik a Dunia. Réfi Attilának nem nagyon nézik a Dunia, de szerintem ő már nem is előzte Orbán Petit. A most Csépnő Máté nagyon gyors, itt kéne a sikán megcsinálni jól. Kicsit hamarabb kéne fékezni, így jó, most a kigyorsításra menni. Nagyon profin csinálta most. És most elveszi Attila a képet, hát nem hiszem el. Szerintem Orbán Péter kijött. Orbán Péter kijött a boxba. Akkor Raffaele-nek még a második hely sincs veszve, szinte azt lehet mondani. 4 másodpercre csökkentette a hátrányt, összességében pedig 7 másodpercre. Itt van Réfi Attila az első, Gászló aztán második, Raffaele Ádám harmadik. Majd Csépnő Máté, hát nem. Jó, Attila kap és legyen a pontot. Kislevő a nyolcadik, ez biztos. Gyorsan elmondom, még el nem kapcsolt. Csépnő Máté a hetedik,
most kívülről próbálja, nem sikerül neki. Nincs elég szempont különbség kettőjük között. Hát de oda jön az elmehet most. Nagyon nagy teljesítmény kellene nyújtani. Védekező szinten. Hát nem nem fog majd látni a különbség. Ami az első helyet illeti, itt még lehet valami, és remélem itt magad Attila. Védekezik. Ez nagyon-nagyon jó kép. Hát ez kicsit annál rosszabb, de ez nagyon jó. Remélem itt magad. Kicsit Attila most előz, próbál előzni, de nem. A kigyorsításon sincs elég közel hozzá, talán még egy kör bele fog férni, közben Rafa nagyon jön, mert 5 másodpercre csökkentett a hátrányát. Célösszere már csak 3,5. Hát akkor még 2, azt mondja, hogy hát egy kör van hátra, szóval épp hogy csak felér mögéjük. Talán egy kicsit hamarabb jön egy körre, hamarabb a boxba. Viszont Gászív ezt nem... túlról. És lassan ott van azért lőtávolon belül. A háttérben látszott Rafai is. Éppen bele esett még a képben. Na, és akkor itt van Léti Attila, 15 másodperc a hátra a futamból, hát itt már valószínűleg nem fog változni egyen a sorrend. De viszont jól láttam, Léti Attila megkezd még egy kört, valahogy kicsit időbe átugrottunk. Az előbb még a hátsó egyenesben voltak, most már célegyenest csinálta meg Léti Attila. És akkor tehát még van egy kör, és Gászi Veszterőt ott volna a lehetőség, de hát nem nagyon tudott ebbe a körbe hozni rajta. Rafai Ádám pedig mál is ad rajtuk. 4,1 másodpercre csökkentette a hátrányát. Gászi Veszterőre szembe. Réti Attila pedig maradt a 4,7. Sőt, talán 3,1-re inkább Gászi Veszterőre. Számoltam ki. Itt még megcsinálja Réti Attila sikánt. Ugye a hátsó sikán részt. És hamarosan megnyeri az isztambuli nagydíjat az MXGP-ben. Réti Attila nyert, Gászi Veszterőre a második, Rafael Ádám pedig a harmadik lett Törökországban. Akkor nézzük, ki lesz a negyedik. Fene István írja a lifetime-ig, igen. Mögötte pedig Nagy Tibor, be is futott, azt hittem hirtelen, hogy közelebb van. Dúdát pedig nem sikerült megelőzni a Csépő Mátének, és ezzel maradt a hetedik helyen. Orbán Péter is kérdezik.